A hűvösebb idő beköszöntével a természetben barangolva, kirándulva sajnos összefuthatunk kullancsokkal. A forró meleg nyarat kifejezetten utálják ezek az ízelt lábúak, azonban mostanában ismét aktívak lettek. Az őszi hűvöskés idő előcsalogatja őket eddigi rejtekhelyeikről. Fontos, hogy zárt ruházatban járjuk a természetet, ezzel minimálisra csökkentjük az esélyét annak, hogy egy-egy kullancs minket válasszon utitársnak. Ha esetleg mégis kullancsot találunk a bőrünkön, azonnal távolítsuk el, hiszen a fertőzött egyedek veszélyes betegségeket terjeszthetnek. A kullancscsípést követően egy pár napon belül megjelenhet a bőrön egy piros kiütés, ezt követően pedig egy migráló folt, ami néhány hétig fennállhat. A kullancscsípés általános tünetekkel, lázzal, ízületi fájdalmakkal, fáradékonysággal járhat. Legsúlyosabb szövődménye, ami ellen sorozatvédő oltás is rendelkezésre áll, ez a kullancs agyhátyadulladás, ami tarkókötöttséggel, lázzal, fejfájással, szédülése, hányingerrel, hányással társulhat. Ez ellen létezik a sorozatvédő oltás. Az első a bőrtüneteket okozó, az a Lyme-kór néven ismert fertőzés. Itt védőoltást nincs. Doktornő hozzátette, hogy a sürgőségi osztályokon naponta, két naponta jelentkeznek a betegek észlelt kullancsok eltávolításának kérésével. Fontos, hogy nem minden kullancs terjeszti a fertőzést, így nem szabad rögtön a legrosszabbra gondolni. A kullancs csak nem minden százaléka fertőzött, egy kullancs hordozza azt a baktériumot, egy típusa, amelyik a szervezetbe jutva okozza a fertőzést, tehát nem maga a kullancs, hanem a benne levő baktérium okozza a különböző fertőzéses tüneteket. Ha mégis megtörtént a baj, és egy kullancsot találunk a bőrünkbe, testünkbe ékelődve, azonnal távolítsuk el egy arra kialakított eszközzel vagy csipesszel. A kullancsok eltávolítása észlelt esetben fontos, legfőképpen a betegek emiatt jelentkeznek a sürgősségi osztályon is, akár illetve ügyeletekben. Az eltávolításhoz a hagyományos módszerek ugye nem javasoltak. Gyógyszertárakban, illetve benzinkutakon is akár lehet kapni speciális kullancs eltávolításra kifejlesztett csipeszt, amelynek a lényege, hogy keskeny területen érintkezik a csipesz vége, ezáltal a fejrész biztonsággal megfogható, csavaró mozdulattal a kullancs eltávolításra kerülhet, ezáltal a potrok beszakadása is elkerülhető, ami fontos a fertőzés elkerülése esetén. A kullancsokkal sajnos együtt kell élnünk, ahhoz, hogy véletlen se kerüljünk komolyabb kapcsolatba velük, mindenképpen használjunk riasztószereket. Öltözzünk zártan és viseljünk világos színű ruhákat, amelyen hamarabb észrevehetjük a sötét színű, váratlan vendégeket.